kedves gyerekek! Fogadjunk, hogy kitalálom, miért vagytok itt. Szerintem ti a Mikulást várjátok. Igazam van? Aztán áruljátok csak el nekem. Járta már közületek valaki a Mikulásnál? Látja valaki, hogyan készülődik a Mikulás a nagy napra, az ajándékok kiosztására. Akkor én most oda varázsollak benneteket a Mikulás házába, ahol már kezdődik is a készülődés a nagy ajándékozásra. Csukjátok be jó erősen a szemeteket, és mire három számolok, kivizsgáljátok. Úgy látom, még nem csukta be mindenki a szemét, ezért egy kicsit még várnunk kell. Jól van, most már mindenki becsukta a szemét. Jól figyeljetek! 1, 2, 3. Most már ki. Kedves Mikulás, úgy gondolok, hogy tavaly óta sokat javultam. Esténként mielőtt lefekszem, már elrámolom a játékaimat is. Ugye te is úgy gondolod, hogy kaphatnék egy mesekönyvet tőled? Mesekönyv? Mesekönyv! Várjál, rakjál egy kis csokit is mellé, hisz ez már nagy szó, hogy egy kérdének elpakolja a játékait. Még egy adag levél érkezett. Manó, még egy adag levél érkezett. Látjátok, mennyi munkáig van a Manóknak? Nem ígézem őket, de utána nagyon ügyesen végzik a munkáikat. Hagyjuk is őket dolgozni, nehogy rosszul csomagolják be az ajándékokat. És most lássuk, mi újság van a Mikulás kívánszakéjére. Mi ez a nagy zaj? Nem tudok aludni. Hú, mi folyik itt a szobában? Már december lenne? Ekkorát aludtam volna. A betyárjál, már tényleg itt az idő, hogy készüljünk a nagy útra. Csizmák, sapka! Itt az idő, hogy rendbeszedjük magunkat. Miért a várnak? Miért nem hagysz minket aludni? Már a Manók is nagy munkában vannak, nekünk is el kell kezdenünk készülődni. Húha, tényleg itt az idő? Tényleg, úgy látom rajtunk a sor. Így szép vagyok? Nem, nem jó.
Talán így? Á, dehogy! Itt leesek a Mikulás fejéről. Na, talán így jó lesz. Igyek a bár csizmát? Így elég szép vagyok? Igen, így jó lesz. Na, mit sem készítünk? Mikulás, Mikulás! Tessék, ki szólik? Én, azaz mi, a ruhák. Készen állunk az útra. Na, Celi, akkor öltözünk. Gyerekek, tudjátok, hogy kinek kell még készülődni az a gyújtina? Szántónak is itt vezetően, hogy készülődjenek a nagy útra. Nézzük csak! Mi ez az a de furcsa hangok? Milyen kellemes illat? Vajon milyen? Szerintem ez a hó illata. Szerintem ezek pedig a manó. Tényleg, tél van, esik a hó. Akkor ez azt jelenti, hogy fel kell kelnünk, eljött a mélyből. Bizony tartra fajtás, 1, 2. Lábhajlítás, 1, 2, 1, 2. Kézgyújtás, 1, 2, 1, 2. Belékhajlítás, 1, 2. Én már fel is értettem. Friss vagyok, útra készen állok. De hol a szánkó? Ébresztő Sám barátom, itt a tér, indul a munkán. Na, hagyjál! Ébredj, a manok már nagy munkával vannak. De én aludni akarok, hagyjatok! Nem lehet, neked is dolgod van. Ébredj már, szedd rendbe magad, mert mindjárt indulunk. Na ne, én még álmos vagyok. Manok, hogy álltok a munkával? Holnap december 6-a van, és indulunk kell. Hát miért nem ezt mondtátok? Szóval akkor készen vagytok, Marocskáról? Igen! Akkor most alszunk egyet, és holnap indulás. Szeretnék, ha hozzá nevünk valami meglepetést, lehet csokit, vagy játék.
vagy Lufi vagy könyv. Rád nézzük, hogy mit hozol az idáig, és sosem csalódtunk benned. Ezzel is köszönjük. Nagyon várunk az első osztályosok. Meg is szinte a politikus és oda a varázslónak. Akkor én is tudom a varázslónak, mintha már régóta ott lennem. 1, 2, 3. Ez az, hát itt a gyerekek levele. Ad csak ide.
majd fog szépen bukott énekelni és szabálni. Meg is érdemlik az anyát élni. De van egy kis gond. A Manoli otthon maradta, és olyan sokan láttak, hogy egyedül nem tartja a szemed ajándékokat. Ez nem baj. Ne legyek többé varázsló, ha nem tudom ide varázsolni a Manoliban. Az bizony nagyon jó lenne. Szívesen megteszem. Figyelj csak! Csiribi, csiribá, hókusz, hókusz, manócskák, gyertek ide! 1, 2, 3! Itt vagyunk, Mikulás, mit tehetünk érted? Segítsetek nekem, legyetek szívesek, kiosztani ezeknek a kedves kisgyerekeknek az ajándékokat. Szívesen! Stop!
A varázsolnak mindenkinek, köszönjük meg őket!